Hogy töltöd? Mivel telik majd a nyarad? Hangzik a kérdés egyre gyakrabban. Sokan már tudják a választ, megtervezték a vakációt. Vannak, akiket a hegyek vonzanak, mások vízparton szeretnének pihenni. A fiatalok főként az utazásban, a pörgésben, fesztiválokat, élményeket hajszolva keresik majd a kikapcsolódást. De akadnak olyanok is, akik épp arra vágynak, hogy végre kikapcsoljanak mindenféle zajt, rohanást. Mikor elhatároztuk, hogy az ikontábort, ikonfestőtábort megvalósítjuk, egyszerűen más helyszín eszünkbe se jutott, mint Tornabarakony. Tornabarakony, ami az én képzeletemben, és nagyon sokunkében az van, hogy ez egy szent, valamitől szent. Itt elkezd valaki egy kezdeményezést, és valami kegyelem van abban a kezdeményezésben, és ha ereje van az embernek, akkor is tud ezzel a kegyelemmel élni, akkor nagyon szép dolgokat tud kihozni belőle. Egy elhaló félben lévő falu, és ezért fontos nekünk az is, hogy összefogjunk és segítsük egymást. És hogyha valaki elhatároz egy jó ötletet, akkor mellé állunk, és így történt ebben az esetben is. A faluban, akik ugyanígy betelepültek, mint én, ugyanúgy rendelkeznek házzal, mint én, összefogtunk, és mindenki egy részfeladatot vállalt belőle. Aki a főzést vállalt, abban tud besegíteni, ki csak azt tudta segíteni, hogy szállást biztosít, szállást ad, és hát én pedig ezeket próbáltam összefogni. Az ikon az a jelenlét jele. Sok templomban látjuk is, hogy mécsesek égnek az ikonok előtt. Tehát amikor meghalljunk az ikonok előtt, akkor azt a fajta tiszteletet kívánjuk megadni, amit ők életükben megküzdve, keresztény hitükben megélve bejutottak a mennyek országában, és most közben járnak értünk. Tehát nekünk igen sokat jelentenek az ikonok. Különösen pedig akkor nagyon hátborzongató ez az érzés, amikor az ikonok jeleznek, hogy ők valóban ott vannak. Gondoljunk csak a Mária Pócsi istenszülőkép könnyezésére, vagy most Szeregnyén volt egy ilyen könnyezés, hogy szinte minden istenszülő ikon a templomban könny sírni kezdett, ami azt mutatja, hogy ő ott van. Tehát bizony a népéért aggodalmát kifejezte. És ez annyira jó érzés nekünk, bizánci ritusú keresztényeknek, hogy ad ilyen visszajelzés, megerősítést az Isten. Az egyik fő célunk az az, hogy a jelentkezők és a táborban résztvevők ne csak egy szakmai támogatáson és szakmai képzésen essenek át, hanem azzal a különleges helyszínnel megtámogatva és azokkal a lelki programokkal megsegítve, amiket mi Tornabarakonyban nyújtani tudunk a résztvevőknek, egy olyan lelki felkészülésen és elmélyülésen essenek át, ami a hétvégére egy megnyugvást és valaminek az elérését fogja eredményezni. Rózsák terei görögkatolikus közösségbe jártam, és ott volt egy ikonfestőkör. 92-93 tájékán akkor kezdtem. Ezt 1-2 évet jártam, akkor kezdtem el azt a képet is, amit most festek, a Szent Háromság ikont, és 2 év után mindenféle okok miatt abba hagytam. És most több mint 20 évvel később kezdtem újra megfesteni ugyanazt a képet. És úgy érzem, hogy nagyon nagy szükségem is volt erre a 20 évre. Tehát ahhoz, hogy a tényleg ez a kép olyan legyen, amilyet szeretnék, el kellett telni a 20 évnek, meg kellett érni a hitemnek, és minden másnak is, hogy el tudjak idáig jutni. Számomra az a nagyon jó, hogy kiszakadok a mindennapokból, itt nincsen internet, itt nincsen Facebook, hanem tényleg csak arra lehet koncentrálni, hogy rétegről rétegre épüljön a kép, és először a sötéteket, utána pedig a világosakat rakja fel az ember. Tehát itt a lényege pont, hogy lelassuljunk, tehát ellenkezőleg, ahogy a világban élünk, mert ott borzasztó gyorsan történnek a dolgok. Ez alatt a 4 nap alatt olyan lelki tulajdonságaim kavarodtak föl bennem, amelyekről úgy gondoltam, hogy azért én már ezeket nagyjából lerendeztem. Gondolok itt a kis hitűségre, a gyávaságra. Szembesülnöm kellett vele, hogy azért ezekkel még dolgom van. Ezekkel még munkálkodnom kell. És ami még megfogalmazódott bennem, hogy kell ehhez ősbizalom. Ősbizalom a művészeti vezetőnkkel szemben. El kell nekünk hinni azt, hogy azok a rétegek, amiket egymásra festünk, azokból valóban majd ikon születik az utolsó napon. Nagyon nehéz azt elhinni, hogyha befestem egy szentnek az arcát zöldre,
akkor abból majd egyszer bőrszín lesz. De bíznunk kell abban, hogy ez valóban így lesz, mert az Arita nagyon türelmesen és nagyon nagy szeretettel foglalkozik velünk, és igyekszik bennünk tartani azt a hitet és azt a bizalmat, hogy ebből valóban ikon fog születni, és az is született. Én magam sem hiszem el, hogy ikont festettem. Elég szigorú tudomány az ikonfestészet, mert egy teológiai igazság is megjelenik a színekben. Mondhatni azt, hogy képpel író teológia az ikon. Nem lehet akárhogy megfesteni egy szentet, az ábrázolás kötött. És a művész, az ikonfestő, aki gyakorlott, igazán csak az arcokban vagy a szemekben tudja kifejezni azt a lelkületet, amit Isten belé olt. Ebből a szempontból nagyon nehéz is ikont festeni, gondolom én. Azt hiszem, hogy egy ilyen szervezőnek a feladata, amit most ebben a táborban is láttam, hogy egy picit lelki életet is él az idejött emberekkel, mert tényleg vannak nagyon-nagyon mély megindulások. Volt rá példa ebben a táborban is, hogy nagyon-nagyon zokogott, és kétségbe volt esve, és akkor leültem vele, és beszélgettem, és jól esik az, hogy ha megnyílnak, őszintén tudnak beszélgetni, ha valami problémájuk van, és érzik azt, hogy szeretettel ezt közösen meg tudnánk oldani. Ezek mély lelki problémák, esetleg tragédiák, traumák, amik most törnek egy imádságos lelkületben felszínre, és itt is kell tudni kezelni olyan szinten, hogy őt az megnyugtassa, és ő azzal tudjon későbbiekben dolgozni, és itt tudjon lenni lélekben is. Anita, a művészeti vezetőnk említette tegnap, hogy ez olyan, mint egy alvás. Tehát az ikonfestés közben szinte alszunk, tehát úgy megpihenünk. És ezzel a feltöltődve fogunk tudni visszatérni a hétköznapokban. Mindenképpen fontos ugyanúgy, hogy az atyák is ajánlják, hogy évi egy lelki gyakorlat, hát ez szinte felél, úgy gondolom, egy lelki gyakorlattal. Minden nap a festésen kívül vannak lelki foglalkozások. Ezen felül a munkát azt reggeli imával kezdjük, és ez már megadja azt az alaphangulatot, hogy itt nem csak nekiesünk valaminek és készítünk valamit, hanem ezt lelkileg is megalapozzuk. Az egyéb programokban pedig különböző helyekről hívunk meg lelki atyákat, és tartanak nekünk előadást. Ez a festés, amit itt csinálunk, meg ez a csend, ez nekem nagyon sokat segít ebbe, hogy közelebb kerüljek Istenhez. Én a csendben találom meg leginkább. Én városban élek, ott is dolgozom, és engem ma nagyon zavar az a zaj. És nem csak az olyan értelemben vett zaj, ami egyébként a fülben van zaj, hanem az a zaj, ami a lelket rombolja le. Itt a természet közelségében nagyon hamar és jól föl lehet fedezni Istent. És ez nekem nagyon sokat segít. Tehát legjobban a csendet szeretem itt. Nem csak technikáról szól az ikonfestészet, hanem egy kicsit el kell csendesedni, rá kell hangolódni Istenre. És ebből a szempontból mindenkinek szüksége van, hogy az ember elkülönüljön, és ha nem is ikont fessen egy hétig, de egy kicsit úgy magában legyen, és átélje azt, hogy Isten vele van. Nem festők vagyunk, én se jeleskedek így a festés művészetében, hanem ez egy olyan alkotás, ami belülről jön. Tehát a festés folyamat is úgy működik, hogy közben liturgikus zenét hallgatunk, füstölők vannak körülöttünk, tehát mindenféle érzékszervünket megmozgatjuk, mint egy liturgián. És hát úgy gondolom, hogy ez szinte egy ilyen belső szertartás is, hogy közben imádkozunk, és úgy épül fel egy szent, ami majd a táblánkon, hát lassacskán elkészül. Az a szent, akit megfestünk, ahhoz sokkal közelebb kerülünk. Tehát én Szent Mihályt festettem előzőleg, és sokkal-sokkal közelebb érzem magamhoz, és bízom benne, hogy ezáltal egy kis közbenjárás nyerhetek Isten felé. Szinte barátság születik a megfestendő szent és a ikonfestő között. Egyfajta misztikus látásnak kell megszületni ahhoz, hogy ikont fessen. Az ikonfestők, akik gyakorlottak ebben, tudnak erről beszélni, hogy néha égi segítséget kapnak. Emlékszem, egyik barátom mesélte, hogy a mennyezeten festett volna valamilyen ikont, és nagyon sietett volna munkával, már csak az utolsó simítások voltak, és jött egy nagy eső, beborult, és nem tudott, nem volt fény.
kellő fény. És akkor az Isten azzal segítette meg, hogy az eső után héten kisütött a nap, és egy nagy tócsa templomon kívül szinte megvilágította a templomnak azt a részét, hogy ő be tudta fejezni. Hogy Isten az, aki elsőben vezeti, azt gondolom, egy kipróbált mesteri konfestőnek az ecseteit. De azt gondolom, hogy ezek a fiatalok is megtapasztalják ezt. Az ikonnak pont ez a lényege, hogy nem csak egy művészeti alkotás, sőt, nem művészeti alkotásnak kell lennie, hanem azt kell megfogalmazni, itt röviden nekünk egy hét során, hogy ennek a munkának, ami a hét végére befejeződik, annak legyen egy belső kisugárzása. Ebbe mindenkinek bele kell tennie az elmélyülését, a mély gondolkodását, és azt a megtisztulását, amit a hét során ez a festői környezet is támogat. Zenét, keleti zenét hallgatunk, ami nagyon-nagyon sokat jelent az elmélyülésben. És nagyon gyakran látom most is, hogy van, aki megáll, vagy elfárad, vagy nincs még képben a színekbe, hogy hogy vigye föl, vagy bizonytalanná válik, és a zene, ahol végig a liturgikus énekeket éneklik, úgy az ölébe teszi a kezét, és imádkozik, és utána erőre kap néhány perc múlva, is tudja folytatni. És ezek olyan szép pillanatok, hogy én azt gondolom, hogy ezért érdemes volt, és érdemes is lesz ilyen tábort szervezni. Itt rengeteg gyógynövény volt Tarnabarakonyon, hát számot se tudom, én talán 150 félét gyűjtöttem, úgy tudom. Én annyira fel voltam tőtődve a gyógynövényekkel, hogy mikor balesetet szenvedtem 91-be, még meg is döbbentek rajtam, akkor megkérdezték tőlem, hogy milyen gyógyszert szedek. Fel voltam háborodva, de a fájdalomtól voltam felháborodva, állítottam, hogy vigyen a mentő, és mikor kérdezgetnek, mert nem volt nálam semmi, úton ütött el a személykocsi, és akkor én mondjam, hogy hát milyen gyógyszert szednék? Hát azt mondja, fejfarcsú. Hát soha nem faj, a fejem. Férjem is elment kaszálni, hát persze egy hordat lekaszál, de abban, mikor jött haza, egy csomó gyógynövényt is szedett belőle, innen-onnan kiválogatta, mikor pihent, és akkor hozott ilyet olyat. Nekünk gyógyszer nem kellett. Mióta balesetem történt, azóta ismerem a gyógyszert, én nem foglalkoztam bele. Még a gyerekekkel se, jobban kicsinyek voltak, de nem kellett mindig az orvoshoz húzolni, mint most van, hogy minden percen húzoljak az orvoshoz, meg egy éven 10-szer beteg, vagy 20-szor, ilyen nem volt nálunk. Pedig én csak megmondom őszintén, 5 ellemit jártam csak, mert azért, hogy ugye a háború volt, utána még tanítónk se volt, mert ugye hát fiatalt nem adtak ide, öreg ma ide nem akart jönni, és akkor a végül is fiatal tanítónk lett, és a fiatal tanítónk, Krisztarcsik István, itt volt 30 vagy 40 évig, míg el se akart menni, aztán még a felesége bótot is elvállalta. Olyan jól érezte magát, mert ez olyan menő falu volt, meg gazdag falu volt, és azért is veszik meg itten a házakat, hogy ez egy, megmondom őszintén, hogy azt mondta nekem egy fiatal ember, járt itten házat keresni, azt mondja, ez egy ékszerdoboz, ez egy szanatórium, ez egy kincs.